Mai megállapodással már egy második körös megállapodást írtunk alá az Európai Beruházási Bankkal. Az első 100 millió eurós keret sikeres és rendkívül gyors felhasználását követően a mai 200 millió eurós keret a KKV-k sikereként abszolút értelmezhető. Az Exim Banknak már ma is vannak olyan finanszírozási konstrukciói, amik már egészen alacsony összegtől, akár 40 ezer eurótól elérhetőek, sőt bizonyos kis hitelintézetek, illetve takarékszövetkezetek esetében már 10 ezer eurótól elérhetőek ezek a hitelek. Nos, a közeli jövőben, tehát az elkövetkezendő hetekben előállunk egy olyan mikrohitel termékkel, amely kifejezetten a mikrovállalkozásoknak és a kisvállalkozásoknak nyújt finanszírozási hátteret, rendkívül kedvező feltételekkel és rendkívül kedvező paraméterekkel. Egyértelműen az exportszektor az egy versenyhelyzet, hiszen azok a vállalkozások, amelyek a külföldi piacokra lépnek ki, azok más országok hasonszörű vállalkozásaival versengenek, tehát mindenképpen szükséges az állami exporthitelügynökségi háttér, az Exim Banknak a versenyképes finanszírozási háttere ahhoz, hogy ezek a vállalkozások ebben a tekintetben se induljanak versenyhátrányból ebben a versenyben.